Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Rákosmente testvérvárosa az Erdélyben található Gyergyószent Miklós, ahol hagyományos ünnepségnek számít a minden év decemberében tartandó Szent Miklós napok. Mai vendégeim kerületünk küldöttségének élén vettek részt a tavaly évvégi eseményen. Üdvözlöm a stúdióban Horváth Tamás alpolgármestert és Virág Mihályt, Rákos Csaba önkormányzati képviselőjét. Üdvözlöm Önöket! És elsőként alpolgármester úrhoz fordulnék. Mikor kezdődött a két város közötti együttműködés, és milyen alapokon nyugszik ez? A legrégebbi testvérvárosi kapcsolatunk több mint 20 éves már, és 20 év alatt azért már nagyon sok minden történt Gyergyószent Miklós és Rákosmentő önkormányzata között. Hát én jó magam 2007-ben voltam először küldöttségtagoként Gyergyószent Miklóson, és hát teljesen más érzés úgy elmenni külföldre, hogy az ember azt érzi, hogy végül is otthon vagyunk. Magyarul beszélünk, kommunikáció nagyon könnyű, és számomra mindig az a megdöbbentő, tehát mondhatom talán ezt, hogy megdöbbentő, hogy utazunk közel 700 kilométert, és ez még mindig Magyarország volt régen. Tehát, és azért ez olyan érzéseket szabadít fel az emberben, ami azért egyrészt öröm, másrészt meg egy kicsit bánat is, hogy ez most nem lehet már a miénk. De próbáljuk ugye a testvérvárosi kapcsolaton keresztül ápolni úgy a hagyományokat, mint a kapcsolatokat, a magyarsággal való együttműködés, találkozásokat. Nagyon jó érzés Gyergyószent Miklóson eltölteni pár napot. És ez a fajta kapcsolat kitered arra szintre is, hogy mondjuk infrastruktúra szempontjából is próbálnak segíteni egymásnak? Természetesen a testvérvárosi kapcsolatnak ugye az lenne az egyik célja, hogy segítsük egymást. A távolság miatt az infrastruktúrális kapcsolatok egy kicsit nehézkesek, de az elmúlt időszakban, mióta ugye én járok Gyergyószent Miklósra, a nagy templom felújításához adtunk anyagi támogatást, aztán épült egy újabb templom a város másik részén, itt is a bútorzathoz adott az önkormányzat támogatást, úgyhogy igyekszünk keresni olyan pontokat, ami infrastruktúrálisan is találkozik, de a fő irányvonal az a kulturális és a sport kapcsolatoknak a megléte, úgyhogy itt próbálunk ugye úgy kialakítani, hogy mi is megyünk saját művészeti csoportainkkal, színházakkal, megyünk Gyergyószent Miklósra, és ők is jönnek hozzánk, úgyhogy nagyon jó kapcsolat, hála Istennek, úgyhogy minden vezetés eddig meg tudtuk találni a megfelelő kapcsolati formákat. Képviselő úr is már sokadik alkalommal volt kint a városban, vagy járt kint ott. Hogyan tudná bemutatni Gyergyószent Miklóst egy kicsit a nézőknek, akik esetleg nem jártak még ott? Hát úgy tudnám bemutatni, hogy amikor az ember megérkezik Erdélybe, akkor egyszerűen lecsendesedik a világ. Csendesebbé válik minden. Tudjuk, hogy vannak nehézségek, tudjuk, hogy vannak gondok, bajok, de ezt ők sajátosan fel tudják dolgozni. Gyergyószent Miklós olyan település rész, ahol úgy fogadják az embert, Isten hozott kedves vendég. És ez már eleve egy olyan befogadást ad, egy olyan légkört teremt, hogy na, egy picit haza is érkeztünk. Nem láttam ideges embert. Általában mosolyognak az emberek. Ami nálunk most már régóta nincsen. Látod azt, hogy a sarkokon az ismerősök megállnak, jó ízűen beszélgetnek. Gondolom, ha idegenként megyünk arra, számtalanszor megdöbbentünk. Előre köszöntek, mert ugye nem ismertek, nem voltunk ismertek, de köszöntöttek, mint idegent. És nagyon-nagyon jó érzés. És ez megmutatkozott azokon a rendezvényeiken, közösségi rendezvényeiken, ahol nagy tömegbe a vendégek és a helyiek elvegyülve egy olyan fesztivál hangulatban töltötték el az estét, és ez most már évről évre így volt, akár egy magyar zenekar ment ki, akár egy magyar kulturális eseménye fellépett a színpadon. Ezt csodálattal nézték, egy nagyon jó érzés volt ezeken a rendezvényeken részt venni. Nagyon érdekes volt az, hogy a hitvallásokat, ha mondhatnék olvastam valamikor valahol, hogy Gyergyóba, illetve hát Erdélybe sokszor mesélték azt, hogy egyszer megadatott az ember fiának,
hogy elmehetett a pokolba, és elmehetett fel a mennyországba. Elment a pokolba, és csodálatos terített asztalt látott, hosszú kanalakkal, és a lelkek mégis meghaltak. Utána felment a mennyországba, ugyanilyen terített asztal volt, hosszú kanalak, de volt egy óriási különbség. Itt egymást etették az emberek. És én úgy gondolom, hogy ez egy alaphangulat, ez a filozófiájuk is lehet az erdélyeknek, és ebbe a környezetbe mi ezt éreztük, és ezt kaptuk. Csak egy rövid gondolat erejéig még akkor mondhatni, hogy szokatlan ez a fajta szívélyes vendégszeretet? Hát most már nekünk nem szokatlan, mert tudjuk, hogy ott ilyen. Inkább az egyéb területeknél szokatlan. Mindenhol felgyorsult a világ, ott is megvannak a bajok, minden. De mégis úgy kezelik, és úgy keresik az utat, hogy az mindig egy cél felé megy. És ők tudják a célt az Isten által meghatározott, a Teremtő által meghatározott cél felé, és töretlen úton haladnak. Hála jó Istennek, jó érzés ott lenni. Ez egy példamutató hozzáállás. Ugye a látogatásuk apropója Szent Miklós napok voltak. Mit lehet tudni erről az ünnepségről? Hát a Szent Miklós napok ugye a város védőszentje, Szent Miklós is, a Gyergyó Szent Miklós, ugye a város nevében is benne van. És hát itt ez a város napok minden évben. Annyi a különbség talán a mi város napjainkhoz, hogy itt az egyházzal azért szorosabb még az együttműködés, hiszen az egész a főnap az a Szent Misére és az egyházhoz körmenettel zárul ugye a rendezvény sorozat. Hát a korábbi időkben egy-két napos városnapok voltak, most már talán olyan 8 éve kezdődött az, hogy kibővítették. Minden évben kitalálnak valami célt, és az egész városnapokat erre építik rá. Most ugye az idei évben például a Gyergyó-Szent Miklósról elszármazott művészeknek a hazahívása volt a fő mottója a városnapoknak, és elképesztő mennyi tehetséget, művészt, énekest, színészt adtak a világnak gyergyóiak, és jelentős számban haza is jöttek Kanadától, Ausztráliáig, mindenhonnan, és sok-sok színes programon keresztül ők be is mutatkoztak, hogy hol tartanak, milyen művészeti ágban jeleskednek. Tehát és ez az idei év is egy 8 napos programsorozat volt. Ugye természetesen ilyen hosszú időre nem tudunk kimenni, hát egyrészt messze van, másrészt az időbe sem fér bele. És minden rendezvénynapoknak van egy tematikája, szépen fölépítik, és például ilyenek, hogy főzőversenyt rendeznek. Ugye 10 testvérváros van Gyergyószent Miklósnak, azt tudni kell, és minden testvérvárost meghívnak, sőt, egyéb kapcsolatokon keresztül hívnak meg városokat, és akkor a városok maguk döntik el természetesen, hogy indulnak ezen a úgynevezett például a főzőversenyt rendeznek. Tavaly úgy tudtunk menni, hogy azon a napon értünk oda, tehát több mint 50 csapat vett részt. Természetesen erdélyi csapatok is vannak, de határon túli csapatok is nagyon sok. Tehát egy óriási nagy rendezvény ez, és nagyon jó hangulatban van. Ezen kívül rengeteg művészeti előadás van, kiállításokat nyitnak meg, és mondom a végén, ugye a Szent Miklós, ugye december 6-a, Szent Miklós napja, ezen a napon zárul be a rendezvény, és ez is egy egész napos program, hát ott még azért megadják a módját, ugye egy szentmisével kezdődik, ugye az egész nap, majd utána egy körmenet, körme a városban, a főterén, és utána van egy úgynevezett díszebéd, egy záró ebéd, amivel a programsorozatot lezárják. Ha tehát akkor az első pár napon nem is tudtak részt venni, de akkor nézzünk meg kicsit részletesebben, hogy melyek voltak azok a programok, amelyeken részt tudtak venni. Hát ugye az egyik fontos program volt az, hogy egy díszünnepség volt a városház előtt a szállodába, a díszterembe, ahol a gyergyóiaknak a kitüntetéseket kiosztották. Ez pedagógusok, mindenféle elismeréseket, ez hasonló, mint ami nálunk is szokott rendezvény lenni. Közben pedig egy-egy ilyen kitüntetést követően bevonultak Székely nemzeti ruhába táncosok, táncos produkció volt, kimentek, majd folytatódott, akkor bejött az énekkar. Tehát egy nagyon-nagyon bensőséges, látványos és speciálisan gyergyói rendezvényen vettünk részt, majd ezt követően
akkor jöttek a délutáni programok, és amit még itt meg kell említenem, minden delegáció kap egy kísérőt. És ennek a kísérőnek a feladata nem csak az, hogy kísérjen minket, mert természetesen remek kapcsolatban vagyunk mi egymással, hanem a program ajánlatok közül az általunk kiválasztottat már intézi, és oda eljutottunk. Így jutottunk el például a színházterembe, amit Tamás említett az előbb, hogy a hazatérő külföldi vendégek, ez tényleg Chicagótól, Rómán keresztül, bárhol egymással szinte nem is találkoztak 10 éve talán, és akkor felálltak a színpadra, és a kezükbe vettek egy kis papírkát, és tele volt a tér, és ugye mindenki kíváncsian várta a közös produkciót, és elénekelték az Egyvérből valók vagyunk. Hát, mint vendég, neki is megszorult a lelkünk. Tehát kellett menni 700 kilométert azért, hogy tapasztaljuk azt, hogy 10-12-15-20 év után hazatérő zenészek a gyerekeikkel kézen fogva a színpadon 30-40-en elénekelték ezt a dalt. Szóval nagyon-nagyon jó hangulatba telt ez. Vagy említhetném például a tavalyit, amikor -15-20 fokban zenekarok, magyar zenekar fellépett, dugig a tér, senki nem hagyta el a teret, pedig számunkra azért a -20 fok azért elég hideg. És ott álltuk, egymás szemét, tekintetét kerestük. Vagy például mondhatnám azt is, hogy amikor a zsúfolásig, vagy durva szó, a teljesen megtöltött Szent Miklós templomban való eseményen vettünk részt, hogy micsoda megtiszteltetés érte a Rákosmente küldöttségét azzal, hogy Horváth Tamás alpolgármester, Tomi barátom kimehetett, és az evangéliumból felolvasott. Úgy szerettünk volna képviselőtársaimmal és a küldöttség többi tagjaival mindenkinek belesugna fülibe, hogy gyerekek, Rákosmentél képviseletében beszélünk és beszélnek, de nem tehettük, csak nagyon örültünk belsőleg. És a másik, hogy mennyire elismer Gyergyó Szent Miklós, mennyire elismeri Rákosmente testvérvárosi kapcsolatát és szeretetét, az a felkérés, amit a Tomira felkértek, hogy a Tomi hosszú percekig olvasott fel az evangéliumból. És ez eddig nem volt így, ez egy egyedi dolog volt, hogy most ilyen lehetőséget kapott, megelőzve a helyi előkelőségeket is, mint polgármester, stb. Érdekes volt, hogy mind a sorban a Tamás mögött álltak. Büszkék voltunk erre. Nagyon jó hallani ezeket az élményeket. Az illendőség még úgy tartja, hogy elmondjuk, hogy kikből állt a teljes küldöttség. Hát a teljes küldöttség, ugye Szabó Katalin képviselőasszony, dr. Fizesi Péter képviselő úr, Virág Mihály úr és jó magam. Így négyen voltunk kint most az idei Szent Miklós napokon. Végezetül akkor beszéljünk még arról, hogy a közelmúltban ugye megtörtént a viszont vendégelés, úgymond, hiszen a Magyar Kultúra Napjának alkalmából ugye a Rákosmenti rendezvényeken vendégül látta Gyergyó Szent Miklós küldöttségét. Hogyan sikerült ez? Igen, hát ugye Gyergyó Szent Miklósnak elég nehéz helyzete van azzal, hogy 10 testvérvárosa van. Hát polgármester úr természetesen nem is bírja, ugye, hogy mind a 10 testvérváros minden évben meg tudja látogatni. Úgyhogy az idei évben azt beszéltük meg, hogy mikor kint voltunk mi Szent Miklós napokon, hogy a szociális területen egy kicsit próbálkozzunk, egymás szociális intézkedéseit megismerni. Úgyhogy amikor mi kint voltunk, akkor mi is személyesen kimentünk a szociális irodára, és ott bemutatták nekünk, hogy ott hogy működik a szociális ellátás, sőt, tevékeny részt is vettünk, például ugye karácsony előtt voltunk kint, tehát ott is nagyon sok akció van arra, hogy támogassák a szegény embereket, és mi személyesen is hordtunk ki csomagokat szegény családoknak. Hát ugye ez azért kell egyfajta lelki erősség ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja, végig tudja vinni, hiszen azért jártunk olyan helyeken, ahol hát nem is ecsetelném, hogy milyen körülmények között élnek emberek. Nálunk is van nyilván ilyen, de ott azért kicsit erősebb ez a terület. És hát az iroda munkatársait láttuk most a Magyar Kultúra Napján vendégül, és mi is bemutattuk nekik, hogy ez nálunk hogy működik. Érdekes volt az eszmecsere, hiszen ők is máshogy állnak a dolgokhoz, meg mi is.
Természetesen a cél az közös, hogy a szegény embereken, az elhagyatottokon segíteni kell. Az is egy jó rendszer, nyilván most majd megpróbáljuk leszűrni, hogy mi tudunk-e abból átvenni, vagy ők tudnak-e a miénkből átvenni. Például nekik nagyon tetszett ez a pénteki heti ételosztás az önkormányzatnál. Ők is elgondolkodnak, hogy ilyenfajta módon lehet-e. Ők viszont abban erősek, hogy meghirdették a városban a gyűjtést. De nálunk is vannak különböző gyűjtések, de az önkormányzati szinten nálunk ez így nem működik. És ott egy-egy céggel megállapodnak, és akkor a cégek kitelepülnek. Ők vállalják, hogy kitelepülnek a kereskedelmi központokba, és akkor ott gyűjtenek. Tehát mint nálunk is, most talán a Baptista Egyház, tudom, hogy ő csinált ilyet, hogy kiment a bevásárlóközpontba, és akkor akik vásároltak, azoktól kérte, hogy adjanak szegény emberek számára. Tehát ők cégekkel kötnek így megállapodásokat, és akkor ezeket a csomókat viszik ki, ezt már az önkormányzat végzi a rászorulóknak. Én kívánom, hogy ez a remek kapcsolat nagyon sokáig fennmaradhasson, és köszönöm szépen az élménybeszámolót. Mi is köszönjük. Részünkre a szerencsét. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra.